Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Az idősek világnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöm szüleim és nagyszüleim korosztályát. Azokat a generációkat, amelynek tagjai voltak azok, akik két kézzel felépítették hazánkat. Ma ők már nyugdíjasok, akik ledolgozott éveik után méltán várják el, hogy megfelelő anyagi körülmények között nyugodt, békés életet élhessenek. Ez a jogos elvárás azonban sokszor elmarad a valóságtól. A nyugdíjas társadalom egyharmada létminimum alatt él, és közel fele szegénynek tekinthető. Egy ilyen helyzetben egy gondoskodó állam számtalan intézkedést tesz az idősek életének javításáért. De sajnos Magyarország ebből a szempontból 2008 óta semmiképp sem nevezhető gondoskodó államnak. Ekkor kezdődött az idősek és a nyugdíjasok helyzetének romlása. Mint ismert, a szocialista párt alatt a 13. havi nyugdíj elvételével, a nyugdíjkorhatár emelésével kezdődött ez a történet. Mindez folytatódott a jelenlegi kormány alatt a 3000 milliárd forintos magánnyugdíjbiztosítási vagyon elvételével, a szolgálati és korkedvezményes nyugdíj megszüntetésével. Sorra lehetne felsorolni azokat az intézkedéseket, amelyek kedvezőtlenül érintették a mai időseket, a nyugdíjas társadalmat. Ugyanis a nyugdíjak vásárlóértéke egyre inkább csökken, és egyáltalán nem tud lépést tartani a bérek növekedésével. Közismert, hogy ma Magyarországon az általános inflációhoz kötött nyugdíjemelés létezik. A nyugdíjak folyamatos értékvesztése azért zajlik, mert eleve a nyugdíjas fogyasztói kosár alapján számított infláció kellene, hogy alapja legyen a nyugdíjemelésnek. Ezért rengetegen részesülnek olyan megalázóan alacsony nyugellátásban, mi az alapvető megélhetés sem teszik lehetővé. Mindeközben a szakadék egyre nő, az emelések mértékét csak a luxus nyugdíjban részesülők érezhetik meg. 3%-os emelés 60 ezer forintos nyugdíj esetében 1800 forintot jelent. Egy 1 milliós juttatás esetében 30 ezer forintot. A Jobbik ezért elengedhetetlennek tartja a kis és közepes nyugdíjban részesülők kedvező, differenciált nyugdíjemelését. Ezzel rövid távon el kell érni, hogy a legkisebb öregségi nyugdíj ne lehessen 50 ezer forintnál kevesebb. Határozott véleményünk szerint a bérektől való leszakadás megszüntetése hosszabb távon a magyar indexálással érhető el. Ennek lényege, hogy a nyugdíjemelés mértékét egyrészt a nyugdíjasok által fogyasztott termékek árnövekedése, másrészt a reálbérek együttese határozná meg. Tisztelt ház! A Jobbik régi követelése, hogy a tisztességesen felnevelt, tanítatott gyermekek után nyugdíjkiegészítés járjon. Ez egy fontos igazságtalanságot orvosolna. A megbecsülést jelentené azok számára, akik vállalják a gyermeknevelés nehézségeit. Ezen felül a társadalmi szemléletváltozásnak is fontos eleme lenne. Tisztelt ház! Vannak munkakörök, melyek annyira megterhelőek, hogy azok sem tudják elvégezni már közel 60 évesen, akik mindezt el szeretnék végezni. Kilátásra helyzetbe kerül rengeteg olyan magyar munkavállaló, aki 55-60 éves korában veszíti el a munkahelyét. A Jobbik ezért tartja fontosnak, hogy a férfiak számára is legyen lehetőség nyugdíjba vonulni 40 év munka után. A család egységét is erősíteni, ha a férfiak 40 ledolgozott év után feleségükkel együtt élvezhetnék a nyugdíjat, és többet foglalkozhatnának unokáikkal. Végezetül az időseknek biztonságra van szükségük. A jelzőrendszer segítségnyújtást modernizálni kell. Elérhetővé kell válni a mindenki számára. Elengedhetetlen az ápolási díj emelése és a szociális szférában dolgozók bérének az emelése. Az idős otthonba költözőknek méltó elhelyezésre van szükségük. Azonnal el kell indítani egy idős otthon építési és bővítési programot, hiszen jelenleg is több mint 28 ezeren várnak arra, hogy bentlakásos idősellátásban részesülhessenek. Jelenleg a kormányzat az uniós átlagnál jóval alacsonyabb összegeket költ a nyugdíjakra. Míg az uniós átlag a GDP 11%-át teszi ki, Magyarországon ez már csak 9%, és jövőre mindössze 8,5% lesz. Van tehát elmaradása a magyar államnak, amit minél hamarabb pótolni kell. Az idősek világnapja alkalmából erre hívjuk fel a figyelmet. Köszönöm, elnök úr!